Kellemes hangulatban telt a VMS ifjúsági fórumának kampányzáró rendezvénye Kavillón. A környezetvédelmen volt a fő hangsúly, ezért ökokiállítással és beszélgetéssel készültek a szervezők, valamint Boros József a falu sajátosságait mutatta be a különböző borokon és pálinkákon keresztül. Az eseményen Kis Nándor, a VMS ifjúsági fórumának elnöke kiemelte, sikeres kampányon vannak túl, rengeteg vajdasági fiatalt sikerült megszólítaniuk az elmúlt időszakban. Az az általános negatív megítélése a politikának a fiatalok körében, ezt folyamatosan próbáljuk bontani tégláról téglára, már csak azzal is, hogy ugye mi is kiléptünk a színtérre, és büszkén vállaljuk azt, hogy mi ennek a pártnak a tagjai vagyunk, másrészt pedig, hogy minden erőnkkel megpróbáljuk őket megmozgatni, hogy ők is részt vegyenek a választásokon, mindenféleképpen magukének érezzék ezt a választást, hogy úgymond ő rajtuk is sok múlik, és hogyha mi jól szerepelünk, akkor annak ők is élvezni fogják a pozitív eredményét. A találkozó zárásaként Fremond Árpád, a VMS alelnöke és köztársasági parlamenti képviselő jelöltje beszédében elmondta, a párt arra törekszik, hogy felkarolja a fiatalságot, és minél nagyobb teret biztosítson számukra a politika terén a jövőben is. Az elkövetkezendő időszakban is azt szeretnénk, hogy ezek a fiatalok teret kapjanak, és hogy folyamatosan foglalkozunk velük is, hiszen hogyha mi szeretnénk egy jövőképet kialakítani, és ugye mi elsősorban azokkal foglalkozunk, akik itt képzelik el a jövőjüket, viszont dolgozunk azokért is, akik esetleg most nincsenek itthon, de szeretnének visszajönni, akkor itt ugye a fiatalok azok külön figyelmet kell, hogy kapjanak, és külön kell, hogy figyeljünk rájuk, bízunk abban, hogy a fiatalok továbbra is ilyen lendületesek lesznek, sikeresek lesznek. Fremond Árpád hozzátette, szükség van a Vajdasági Magyar Szövetségnek arra a lendületre és erőre, amelyet a fiatalság képvisel és birtokol egész Vajdaság területén.